Köszöntöm nézőinket, Önök Székely magazinunkat látják. Tartsanak velünk! Augusztus 21-én tartották idén a székelyek búcsúját Mária Gyűdön. Az ünnepi szentmisét Fazakas Attila, a Szeged felsővárosi Szent Miklós plébánia plébánosa celebrálta. Az istentisztelet után a résztvevők Keresztes Andor Esperes igazgató plébános és Fazakas Attila vezetésével a rózsafüzér sétányon zarándokoltak el a fájdalmas anya szobrához. Úgy tartják a székelyek, Mária Gyűdre, ha eljutottak, mindig könnyebb szívvel tértek haza, mert velük ment a szűzanya. Idén, augusztus 21-én tartották a kegyhelyen a Szűz Mária világkirálynője székelyek búcsúját. A székely búcsú nekem is nagyon fontos, nem csak Mária Gyűdnek, mert én is székely vagyok, és ennek a népcsoportnak a gyermeke. Azért, mert a többi nemzetiségek mellett, a horvátok és a svábok mellett végre mi székelyek is megmutatkozunk. Itt az Egyházmegyének a legfontosabb kegyhelyén Mária Gyüdön. És így akkor teljes a kép, hogy ide valóban mindenki hazajön, otthon talál, és ez a közös ünnep, ez a közös imádság az itt való közösségre is kihat. Most akik jöttek Tolnáról, Zombáról, Szekszárdról, Tolna-Baranyából a székely közösségeinknek mindig tudják ezt az időpontot, kiértesítjük őket, szentmise után rózsafüzérkörmenet lesz, majd közös ebéd a kolostorba, és délután 2 órakor zárjuk litániával a közös ünneplésünket. Kisdorogról jöttünk egy 9 fős csapattal. Hát én már nagyon rég voltam, a társaim több alkalommal szerepeltek is, már szerepeltek, tehát énekeltek is ezen a székelybucsún. Fontosnak tartjuk a vallásunkat, a hitünket, hogy ápoljuk, megtartsuk, és a székelységünket is. A kisdorogiak azok Hadik falváról települtek be, és hát ápoljuk a hagyományainkat, énekelünk, tehát énekkarunk van, és rendezvényeken szerepelünk, falunkban, szomszédos településeken. A bukovinai székelyek az 1764-es madéfalvi veszedelem után menekültek át a Kárpátokon túlra. Onnan a 19. és a 20. században telepítették vissza őket. Ma főként Tolna és Baranya megyében, valamint a Vajdaságban élnek. Mária Gyűdön a bukovinaiak búcsújának indult kezdeményezés, mára már az egész székelység közös ünnepe lett. Minden évben összejövünk most már, hála jó Istennek, és én úgy gondolom, hogy mivel nagyon sok székely, nem csak bukovinai székely jött ugye Magyarország területére, így úgy gondolom, hogy fontos, hogy egy picit összerázadjunk, összetartsunk, hiszen egy vérből valók vagyunk, és úgy gondolom a kultúránkhoz fontos járuléka még a vallásunk is, hiszen ennek köszönhetjük a megmaradásunkat, és hát emlékeznünk kell ugye azokra az értékeinkre, ezen keresztül vallásosságunkra, és én úgy gondolom mindig a példamutatás a legfontosabb, és gondolom az együttlét az mindenkivel erősíti ezt az érzést. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen, hogyha a szülők az otthoni, tehát ez nagyon fontos, ugye, hogy nem csak ilyen alkalmankénti dolog, hanem ez egy folytonosság, ami végül is hozza azt, tehát ez ennek való igénye is azért meg kell jelenjen. Úgy gondolom, nagyon fontos itt a családnak, a szülőknek, az időseknek ugye a
hozzáállása, és hát én bízom benne, hogy a fiataloknak ez a minta is majd erősíti, és hát főleg az együttlét érzése meg különösen. Én azért úgy általában elmondhatom, hogy azért a fiatalok is részt vesznek, ugyan mind általában minden programon természetesen annak arányába, de bizakodjunk, hogy itt is azért minél inkább megfogják a kezüket és elhozzák. Az ünnepi szentmisét Fazakas Attila, a Szeged felsővárosi Szent Miklós plébánia plébánosa celebrálta. Egy ilyen nagy székelybúcsú mindig kihívás egy lelkipásztor részére, és nagyon jó a székelységünket megélni, összetartozásunkat megtapasztalni. Egy ilyen, talán azt lehet mondani, a Kárpát-medencének a második legnagyobb székelybúcsújában. És ez az összetartás erőt tud adni bennünket, hogy a boldogságos szüzenyát, mint égi királynőnket tudjuk követni. Ha elmegy Erdélybe és Székelyföldre, szerintem nagyon könnyen megbizonyosodhat, vagy ha elmegy a Székely búcsúba, akár ide Máriagyűdre, vagy elmegy Csíksomjóra, akkor ezt a közösségi élményt megtapasztalja maga teljességébe. Szerintem bárhova szólít bennünket a Jóisten, akár Székelyföldön, vagy akár azon kívül, szerintem ez az összetartás teljesen megvan, azért, mert bennünket a Jóisten meg a boldogságos Szűz Mária tart össze. Augusztus 22-én Mária királynői méltóságát ünnepli az egyház. Boldogságos Szűz Mária királynő ünnepét 1954-ben rendelte el 12. Pius pápa bullájában, a mennybevétel dogmája kihirdetésének 4. évfordulóján. Abban a eléggé zivatalos korszakban, hiszen a II. Világháború után vagyunk, Európának a nagy részében tombol a kommunizmus, kommunizmusból kifolyó terror, a vallásellenesség. Nagyon sok lelkipásztort bebörtönöznek, szerzeteseket szétkergetik. Azt lehet mondani, ezzel valamiféleképpen a Mária kegyhelyeinket is megfosztva a szerzetesektől, megfosztva talán egy picit attól a lelki dobbanástól, amit a szerzetesek jelentenek. A pápa a világ elé áll, és azt mondja a világnak, a boldogságos Szűz Máriára, mint a mindannyiunknak a királynőjére tekintsetek. És rögtön itt már akkor, amikor ezt a szót halljuk, hogy királynő, akkor nem biztos, hogy helyesen gondoljuk ezt a boldogságos Szűz Máriára. Hiszen a világban ugyan találkoztunk árpádházi szentjeink között is találhatóak szent királynők, akik valóban a szentség útját a maga teljes valóságában, maga teljes magasságában valósították meg, azonban jócskán lehet negatív példákkal is találkozni, ami a királynőket illeti. Milyen a boldogságos Szűz Mária, mint királynő? Hogyan tudnánk őt jellemezni mindannyian? A boldogságos Szűz Mária, mint királynő, először is alázatos. Éppen a mai evangéliumi részletünkben láthattuk, hallhattuk a boldogságos Szűz Mária, amikor találkozik Gábor angyallal, aki mint hírnök elmondja a boldogságos Szűz Máriának azt az isteni tervet, amit a Jóisten neki szánt. Mondhatná a boldogságos Szűz Mária, hogy hát igen, én vagyok a kiválasztott.
engem tisztelt meg a jó Isten. De ő inkább, sokkal inkább azt a fajta alázatot igyekszik megvalósítani, amely alázat leginkább a magnifikátban, az ő hálaadásában fejeződik ki mindannyiunk számára. 10 évet kollégiumba töltöttem, vagy bentlakásba, ahogy mi székelyek mondjuk, 4-et a Gyulafehérvári kis szemináriumban, 6-ot pedig a szegedi nagy szemináriumban. És ott valamelyik lelki gyakorlat alkalmával, amikor erről a szolgálatról beszéltünk, hogy mit tudunk egymásért tenni, akkor a lelki napot vezető, aki azt mondta, hogy az is nagy szolgálatot jelent, amikor csendesen csukod be a szobádnak az ajtaját, mert lehet, hogy a két szomszédod éppen pihen, vagy tanul, vagy imádkozik, vagy elmélkedik, és azzal, hogy nem csapod be az ajtót, nem zavarod meg őket ebben a szolgálatban. Valamilyen kis dolgokra kell, hogy gondoljunk, kedves testvéreim, akkor, amikor Mária szolgálatát szeretnénk a mi szolgálatunkhoz viszonyítani. Mert azt is nagyon jól tudjuk, hogy a kis dolgokból azok, amikor összerakódnak, születnek a nagy dolgok. És a boldogságos Szűz Mária, mint égi királynőnk, megmutatja mindannyiunk számára az alázat és a szolgálat mellett, amiből szinte következik a harmadik, azt a fajta tevékeny szeretetet, amely tevékeny szeretet egészen biztos, hogy jelen van közösségeinkben, és amely tevékeny szeretet azt jelenti, hogy a másért akarunk tenni, más embertestvérünket szeretnénk abban a jóban részesíteni, amiben mi is szeretnénk részesülni. Ott, ahol az én anyai nagyszüleim laktak, felső háromszéken, akkor, amikor elhagyjuk Kézdivásárhelytől, elindulunk Ojtosz fele, nagyon ajánlom azt a vidéket is mindannyiuknak, hiszen nagyon nagy szépséget rejt felső háromszék is magába, egy kis békásszorosunk is található, amit Ojtosszorosnak hívnak. És akkor, amikor elhagyjuk Kézdivásárhely után nyújtott községet, valóban a falunak a neve azért nyújtott, mert egy nagyon hosszú faluról van szó, és akkor, amikor ezt a községet elhagyjuk, és fölpillantunk, hogy bal oldalon, ott megtekinthetjük a Szent Mihály hegyét. Akkor, amikor talán 2 vagy 3 évvel ott voltam búcsúi szónok, és azon gondolkodtam, hogy hogyan is lehetne ezt a hegyet hívni, akkor én azt a nevet találtam ki neki, hogy a Hűség hegye. Azért neveztem a Hűség hegyének, mert akkor, amikor az egész Erdélyben dúlt a reformáció, és nagyon sokan áttértek a református hitre, akkor felső háromszéknek ez a része nem hódolt be, a nevezzük így az új hitnek, hanem megmaradt az ősi katolikus hit mellett. És nagyon érdekes, hogy addig, amíg eltészelte, nagyon sok vártemplom általában református kézben van. Itt a vártemplom természetesen katolikus kézben maradt. 2 falu között a vártemplom, közötte, vagy körülötte pedig 2 falunak a temetője, ahol nagyszüleim is nyugszanak. Akkor, amikor rátekintek erre a Hűség hegyére, valahogy az a Hűség jut eszembe, amiről talán, amikor a mai napon feltekintünk a Gyűdi Mária szobrára, ez a Hűség tud bennünk erősödni. Hogy ebben a Hűségben tudjuk vállalni az alázatot, tudjuk vállalni a szolgálatot,
és mindezekkel együtt azt a szeretetet tudjuk megvalósítani, amelyet a boldogságos Szűz Máriától tanulhatunk meg. Kérjük a mai ünnepen a boldogságos Szűz Máriát, égi királynőnket, hogy így segítsen bennünket, és így gazdagítson bennünket az ő kegyelmeivel, hogy valóban ezen értékeket megtartva a Jóisten közösségeinket és egymást tudjuk szolgálni. Úgy gondolom, mostanában a legfontosabb ebbe a megfordult világba, hogy egy olyan pontokat találjunk családjaink és magunk számára, hogy ami tovább visz, hiszen mindig is ez volt a lényeg, hogy és itt a vallásnak a szerepe, különösen a Mária kultusz, ugye, amit a bukonyi székelyek köszönhetik, ugye, a további élésüket. Én úgy gondolom, hogy fontos mindig emlékeztetni rá, és emlékezni rá. És hát az év, egész évben tulajdonképpen kisugárzik ez az érzés. És hát én bízom benne, hogy jó, hogy elkezdtem mondani, tehát ez a világ, ami mindent hoz, minden, és nehéz szelektálni, és igenis oda kell figyelni, és szelektálni kell tudni, hogy ezek az értékeink, amik tényleg tovább mutatnak, és a kultúránk gyökere, az mindenképpen előtérben maradjon, és tovább éltessen minket, hiszen ez fog tovább élhetni. A lelki üzenete az, hogy mindig egy ilyen zarándokhelyre érdemes eljönnünk, érdemes elzarándokolnunk, hiszen különösen ebben a világunkban, amiben élünk, az a fajta isteni kegyelem kell, hogy ott legyen, és innen tudunk táplálkozni és lelkiekben erőt meríteni, ahhoz, hogy amikor visszamegyünk az otthonainkba, valóban ezt az istenes és ezt a máriás utat meg tudjuk tartani. A szentmise után a résztvevők Keresztes Andor és Fazakas Attila plébánosok vezetésével a rózsafüzér sétányon zarándokoltak el a fájdalmas anya szobrához. Aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Tolnáról jöttünk, hata jöttünk, évek óta mindig itt vagyunk, nem vagyok székely, de nagyon-nagyon szeretem a székely embereket, és nagyon jól érzik magukat, lelkek feltöltetünk. Nagymányokról jöttünk, hát hogy a székelyek búcsúja, a székelyek vagyunk, nyilvánvaló, hogy ez fontos számunkra, minden évben el szoktunk jönni. Sokat ad biztos, mert itt sok székellyel is találkozunk, meg amúgy is hát a Szűzanyához jöttünk, ugye hát ez egy lelki feltöltődést ad. Bukovinai székelyek az őseim, és ennek a öltözete a miénk. Mára megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!